Szilárdság, erő, keménység, ezek jellemzik a 2015-ös év fafajának választott kocsányos tölgyet, amelyről ma közel 40 iskolás óvodás csoport hallhatott a sóstói erdőben. A helyi erdei iskola vezetője elmondta, az erdőnek közel 70%-a kocsányos tölgy. A mak az a termése a fának, nagyon jó. Ez a mak hosszú nyílen lóg, látjátok ezt a hosszú szárát? Igen. Ezt nevezzük kocsánynak. Tehát ettől kocsányos tölgy a kocsányos tölgy, mert vannak a hegyekben olyan fák, ahol a mak a termése rögtön rajta ül az ágon. Az a kocsány talantölgy, ez a bükkben, a mátrában és a hegyekben élő fákra jellemző. Itt az alföldön, meg itt a homokon, nálunk a nyírségben kocsányos tölgy van. A gyerekek és kísérőik erdei sétájuk alatt több állomásnál megálltak, valamennyinél tanultak valamit az erdőről és az erdészek munkájáról. A mai napot a tavalyi évhez hasonlóan hirdettük meg, hogy a jelige az, hogy fedezd fel az erdőt az erdészekkel. Egy olyan programot indítottunk el a tavalyi évben, amit ma is folytatunk, hogy itt a sóstói erdőben a tornapályáról indulva egy 5 állomásos kis túrát tesznek a gyerekek, csoportok, és az 5 állomáson különböző erdőgazdálkodási munkafolyamatokat nézhetnek meg, beszélhetnek róla a kollégák, erdész kollégák segítségével. Ennél az állomásnál azt nézték meg a gyerekek, hogy a kitermelt, kidöntött fákat hogyan szállítják, valamint hogy hogyan, milyen elvek alapján vágják azokat fel. Ezután sorolják be a felvágott fadarabokat, hasábokat, ipari fának, cölöpfának vagy például tűzifának. Már 4 állomáson voltunk, és egészen a facsemetétől a fa kitermelésig megnézhettük az erdőben történő dolgokat. Nagyon érdekes volt, és talán most ez a vége, a kitermelés tetszett nekem a legjobban, ahogy itt megmutatták, hogyan szedik le a teherautóról, és hogyan vágják össze, és mire használható, ugye, azt is nagyon-nagyon érdekes volt. Az erdészeti igazgató arra is felhívta a gyerekek figyelmét, október 3-án ismét ingyenes rendezvényt szervez a Nyírerdő ZRT a Nyíregyházi erdei tornapályánál, színpadi előadások, erdei futás, vadpörkölt kóstolás és vadászkutya bemutató is lesz szombaton.